Az újvidéki újságíróiskola felmérései szerint nincs elegendő gyermekprogram a két közszolgálati rádióban és televízióban, ezért kiírtak egy mesepályázatot, amelyre több mint 50-en jelentkeztek. De Tom Trágom... Felfogtuk, hogy nagyon fontos mozgósítani azokat a szerzőket, akik a vajdaságban élő nemzeti közösségek nyelvén írnak meséket, amelyeket utána rádiós produkcióként jelentettünk meg, mert a hang az, amely felkelti a képzeletet. A gyermekirodalom megőrzi a nyelvet és a nemzeti azonosságtudatot. Azok a gyermekek, akik nincsenek kapcsolatban az anyanyelvükkel, nehezen tudják elsajátítani úgy, ahogy a szüleik, illetve nagyszüleik beszélték. Szeretem a gyermekeket és játszok velük, amikor alkalmam adódik erre. Gyakran járok a Dunára és nézem, hogyan játszanak és szórakoznak ott, és így kaptam ihletet a Kincses Ládikóban megjelent mesére is. A gyermekekről gondot kell viselni, írni kell róluk, és meg kell kérdezni tőlük, hogy mit szeretnének és hogy vannak. A média is megfelelő hely ezeknek a törekvéseknek a megvalósítására. Reméljük, hogy ez nem jelenti a Kincses Ládikó projektum végét, és hogy ez mellett, az öt nyelv mellett a folytatásban olyan mesék is megjelennek, amelyeket egzotikusabb nyelveken írtak, itt a központi Szerbiában beszélt nyelvekre gondolok. A mesék letölthetők az Újvidéki Újságíróiskola honlapjáról. Ilyen formában a gyengénlátó és vakszemélyek számára is élvezhetőek. A projektumot a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium támogatta.